Jó estét kívánok, kedves nézők! Nagy számokról fogunk beszélgetni a társastánc, versenytánc kapcsán a most következő Bajnokok Városában. Már az már nagy szám önmagában, hogy milyen régóta és milyen magas színvonalon van versenytánc jelen a székesfehérvári sportéletben, sőt, talán egy kicsit talán a sport határain túl is mutat ez a dolog, hiszen a tánc maga egyfajta életforma, szabadidős tevékenység, hobbi sokaknak, és emellett természetesen kőkemény sport is, ha valaki azt választja. 18. alkalommal rendezik már meg majd a Lászlóville Kupa táncverseny a hétvégén a Köfém sportcsarnokban. A 18-as szám mutatja, hogy ennek a versenynek önmagában nagyon komoly múltja és történelme van. Itt van velünk Szilner Tibor, a Laguna Tánc és Sportegyesület vezetője, aki a verseny szervezője, hogy az egyesület rendezi ezt a nagyon rangos országos megmérettetést. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, de a 18-asnál is van egy nagyobb szám, a 25-ös, ami viszont a ti egyesületeteknek lesz most a jubileuma, hiszen már ilyen régen, kicsit még nagyzóban mondhatnak, mert negyed százada alakult meg az egyesület. Úgyhogy kezdjük egy kicsit ezzel, milyen érzésre visszagondolni, hogy 25 évesek lettetek. Szervusz, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát igen, 25 évesek leszünk, a pontos dátum jövőre március, tehát ez azért most már elindul, egy egész éves előrevetítve egy ünnepség sorozat is lesz, és talán most ezzel a komoly versennyel kezdjük. Hát a 24 év és a 25. évben járva nagyon sok minden történt. Gyorsan elment, de azért rengeteget lehetne mesélni. Nagyon sok-sok táncos megfordult nálunk, kezdők, meg kezdő szinten befejezett táncosok, valamint nagyon magas osztályba jutó versenytáncosok is voltak nálunk. Azt hiszem, hogy talán igazából ez egy életforma a sok éve versenyző táncosoknak, maga a tánc, mint szórakozás, kultúra, és mindegy nagyon, ahogy te is említetted, nagyon kemény sport, mert hát ugye egy versenyszinten, főleg magasabb szinten már nagyon komoly edzések, erőléti edzések vannak, és technikai edzések, stb. Ez a 24-25 év gyorsan elment. Gyorsan elment. Már csak arra is gondolok, néha meglepődöm is eszembe jut, hogy a régi elején kezdett táncosaink, versenytáncosaink a saját gyermekeiket hozzák már visszatáncolni. Amikor kezdtétek az egészet, akkor mi volt a kiinduló pont, milyen céllal jött létre ez az egyesület, és egyáltalán akkor Székesfehérváron mennyire volt szervezett táncélet? Szervezett táncélet volt már, ugye az Öreghegyi Művelődési Házban már régóta működik versenytáncklub, gyakorlatilag 70-es évek vége óta. Mi is valamikor ott táncoltunk sok más táncossal együtt, és mi 1995-ben gondoltuk, úgyhogy alapítunk egy táncklubot, egy sajátot, miután befejeztük a versenyzést. És igazából három tánciskolánk volt Székesfehérváron, amit gyerekeknek tartottunk, és ebből a három tánciskolában alakult meg egy 24-25 fővel a táncklub, ami tánciskolás szint volt akkor természetesen, és akkor onnan kezdtünk el építkezni, és ugye egy pár év után már gyakorlatilag 200-300 fős táncklubban dolgoztunk, a kezdőktől a már a versenyző táncosokig. Ez lehet mondani, hogy akkor egyben a fénykor is volt, tehát hogy viszonylag hamar felfutott akkor ugye az egyesület, legalábbis a létszámát tekintve, gondolom az eredmények is előbb-utóbb azért jöttek. Igen, hát hullámzó a versenytánc, ugye nagyon sok munka, nagyon sokféle táncstílus van, most is régebben is volt, és van minden táncot érdekelve persze, ahol hamarabb lehet eredményt esetleg elérni, a versenytáncban sok évet kell dolgozni, nagyon összetett mozgásról van szó. Az erő, a dinamika, az energia, az esztétika, nagyon sok minden vele kell félni, tehát ezért évekig kell dolgozni a táncosoknak. Tehát gyakorlatilag nálunk is 2-3 éves munka zajlott igazából, amikor már jelentősebb eredményt tudtunk felmutatni. És ezek az évek folyamán hullámzott a létszámunk is, azért az eredmény is, mint más sportágokban is azért. Nem mindig tudtunk úgy dolgozni, nem volt mindig olyan mondjuk úgy gyermekgarnitúra, akivel magyarul olyan tehetségesek. Van, amikor kicsit közepes szintű volt a versenyzés, de mindig mentünk előre és a legjobbakra törekedtünk. Voltak olyan évek, amikor ott voltunk a ranglista versenyeknek a döntőjében, a kiemelt országos versenyek döntőjében, volt olyan országos bajnokság, ahol a hatos döntőben 5 párunk volt, volt olyan év, amikor nem tudtunk bejutni az országos bajnokság döntőjében. Tehát ez hullámzik, de úgy gondolom, hogy minden évben meg kell úgy kicsit újulni, csinálni, és mindig jönnek előbb-utóbb az eredmények.
Mennyit kellett azért dolgozni, vagy kell, akár a jelen időt is nézhetjük, hogy jöjjenek és legyenek újabb gyerekek, fiatalok, akik felfedezik maguknak a táncot. Lehet, hogy már nem jól gondolom, hogy annak idején, mondjuk 25 évvel ezelőtt talán még nem volt akkora a konkurencia, bár sport rengeteg volt, de a tánc önmagában azért egy külön szubkultúra. Viszont, hogyha csak ma nézem a táncos lehetőségeket, akár csak a, mondjuk a legutóbbi sportmajálisra gondolom, hogy hányféle műfaj, hányféle egyesület, kis csoport foglalkozik ma tánccal, még ha nem is a klasszikus versenytánccal, azért rettenetesen nehéz lehet mozgósítani. Jól látom ezt? Tehát, hogy gondolom azért nem könnyű megtalálni igen, az utánpótlást. Igen, nagyon jól látod, ugye találkoztunk a sportmajáláson, és beszélgettünk pár szóval. Hosszú időn keresztül, tehát viszonylag kevés táncműfaj volt Székesfehérváron, versenytánc klub is kettő, egy-két divattáncos rész, tehát nagyobb merítési lehetőség is volt, sokkal több gyermek jött. Ma már sokkal nehezebb mondjuk így megszólítani a gyerekeket a társastáncra, de szerintem ott több táncműfaj is így van. Azt szoktam mondani jelenleg, hogy annyian vagyunk most az összes táncműfaj a kapcsolatban, hogyha a városban a 10 gyerek mindenhol beiratkozik, már fogyott a gyerek a városban. Tehát nagyon nehéz, és én úgy látom, meg úgy érzem, és bizony is így lesz, hogy jó értelembe véve folyik a harc a gyermekekért, a táncsportba bejövő gyermekekért, vagy akár még divattánc területre. Úgyhogy ma már a reklámot nagyon komolyan kell venni. Reklámot, megfelelő alázatot a munkával a kezdőgyerekekkel is. És hát én úgy gondolom továbbra is, hogy ezen a nagyon-nagyon széles palettán, ami táncban és ami megoszthatja a gyerekeket, hogy merre menjen, továbbra is úgy gondolom, hogy a minőség produkálása, a megfelelő eredmény és megfelelő képzés az hozhatja meg hosszú távon az eredményt, hogy él és továbbra is tud virulni mondjuk ez a sportág, amilyenképp. Ugye, hát akkor mondhatjuk így, hogy a konkurencia egy részének a nevében, hogy te is már többször mondtad, benne van a divat tánc. Maga a divat kifejezés azt mutatja, hogy hát olyan dolgokról van szó, amelyek az utóbbi időben futottak fel, tényleg nagyon divatosak lettek. És ha akárcsak a mai fiatalokra, a sokszor emlegetett közösségi médiára, azokra a felületekre gondolok, hogy élik az életüket, azokkal talán ezek a műfajok vannak jobban szinkronban, gyorsak, látványosak, dinamikusak, könnyen fogyaszthatók. Hát a klasszikus tánc, a versenytánc több évszázadra visszamenőleg egy egészen más műfaj. Mennyire fogékonyak ma erre a fiatalok? Van-e az a probléma, hogy ezt a generációt becsaljátok a táncterembe? Érdekes dolog, tehát sok helyen tartunk például a szallagavatót gimnáziumokban, tehát mindenféle középiskolában szakképzőtől elkezdve egészen a gimnáziumig. Sok csoportunk van őszi időszakban, a versenytánc mellett ezzel is foglalkozunk, meg ugye felnőtt tánciskola, sok vonal a területünk, hogy meglepődöm például egy szallagavató tanulásán, amikor zenét keresünk, hogy a klasszikusabb zenék, valamint a klasszikusabb társas táncok iránt is van érdeklődés, illetve sok számnak a szövegét is még ismerik, a gyerekek tudják énekelni akár, amik már egy 30-40 éves zeneszámok voltak, de örökzöldek maradtak. Tehát ilyen értelemben pozitív a dolog, hogy a mai fiatalok egy része ismeri. A másik fele az dolognak, hogy igen, nehéz mondjuk egy angol keringővel, mondjuk nehéz versenyezni egy, nem akarok megnevezni divattáncból, akármilyen mozgalmasabb, mai divatos, mai stílusú zenére táncolandó, erőteljes, ugrálós és más jellegű mozgást. És nálunk, ugye, ahogy említettem, nálunk ezekkel a táncokkal, tehát még többet is kell dolgozni, mert nem elég bele az energia és a pörgés, tehát ebbe kell a finomság, lágyság, nagyon sok minden összeépítése, hosszú idő, míg a testemnek meg tudom azt tanítani, hogy hogyan kell. De én abban bízom, hogy azért egyrészt a gyerekek is változnak, jutnak előrébb, nőnek, szélesebb lesz a látókörük, és megpróbálnak megismerkedni ezek a klasszikus dolgokkal. Mert gondoljunk arra később, hogyha ezt is ők is átgondolják, vagy később látják, ha nem is általános iskolába, középiskola vagy egyetem felé, hogy azért egy bálba, mai világ, ugye bál időszak azért, ott egy angol keringőt, egy csacsacsát, még egy rock and roll-t, tangót lehet táncolni, de hát ugye a divattáncok vonal azért nem jelenik meg később.
Ugye annak idején tényleg még a múlt században, annak is inkább az első felében a tánc az egyben az illemtanulással is nagyon erősen összefonódott, de hát akkor egy erősen kontrollált társadalom volt, ahol el is várták a fiataloktól, hogy tudják ezeket a régi dolgokat. Gondolom, hogy ezek az idők már nem jönnek vissza, ugyanakkor ezzel együtt mondjuk a páros tánc szépségére és finomságaira rá tud-e érezni egy fiatal, mert az a többi műfaj, amiről beszélünk, ez az önmébe csoportos táncok, ahol ugye az együttmozgás az egészen más jelleget jelent, mint amikor egy férfinak és egy nőnek kell együtt táncolnia. Igen, ezért is vagyunk időnként egy kicsit hátrányba, mert ugye itt, ahogy említetted, egy lánynak, egy fiúnak, férfinak, egy nőnek együtt táncolni, és a divattáncok egy részénél elég, hogyha én oda megyek egyedül, most lányként, vagy lányok oda mennek, nem kell hozzá fiúpartner, vagy fordítva, fiú is elmehet, nem kell partner, egy csoportba táncolunk, vagy egyénileg táncolunk azon belül, tehát nem kötődünk egy másik emberhez, és nem egy másik emberrel kell folyamatosan, akár éveken keresztül összeegyeztetve dolgozni. Tehát ez ilyen szempontból is nehéz. Maga a partner megtalálása és a helyes partner megtalálása is nem mindig egyből sikerül. Tehát van, akinek partnert kell váltani többször. Tehát ez a nehezebb az indulás. Ha megvannak ezek a pontok, azért ennek az íze azért jön. Először ugye a latin-amerikai táncok szimpatikusabbak mindenkinek, ugye mai modern zenékhez és táncokhoz az egy kicsit közelebb van, meg ugye a latin vonal ugye ma divatos a közép-amerikai táncok, divattáncok. És itt be tudunk csatlakozni már ezekkel a közép-amerikai divattáncokkal a klasszikus latin-amerikai táncokba, ugye csacsacsa, egy szamba, egy rumba, egy jive. Ezekbe be tudunk menni, és akkor a fiatalok, ha ezek megszeretik, akkor itt már van egy bizonyos élmény. És ugye ez ugye tovább folytatódik a zeneiségében, megismerik a zenét, és előbb-utóbb azt látom, hogy azért a mélyebb zenékben, tehát a hagyományos európai standard zenék is kezdik őket érdekelni. Mindegy, akár egy slow fox, egy angol keringő, vagy egy tangó, amit ugye standard táncok között táncolunk, de az egy latin temperamentum. Tehát sokszínű, én azt szoktam mondani, hogy a versenytáncban ugye van 10 tánc, és ebben van nagyon sokféle stílus, legalább 6 stílust kell táncolni, itt megtanulni, tehát van válogatási lehetőség. Ha valóban máshova megy el, akár egy divattánc részén, akár melyik területen, ott egy vagy kétféle, mondjuk így, amennyit tudom, stílus van nálunk, sokféle van, mindig lehet az egyiket szeretni, másikat kevésbé, majd változhat ez a dolog, tehát egy sok éven keresztül ezt lehet művelni. És hát akkor az idősebb generációra nem is beszéltünk, mert mindjárt azért ejtünk szót arról, hogy a társas tánc azért még nagyon sok széles rétegben népszerű, akár az amatőrök között is. Egy pillanatra visszatérve azért még erre 25 évre, mik voltak a legnagyobb sikerek, mire vagytok a legbüszkébbek? Legbüszkébbek arra vagyunk, hogy a ranglista versenyeken, amit most rendezünk, hogy rendszeresen tudtak párjaink indulni, és volt, aki bejutott a középdöntőbe, illetve a döntőbe, illetve arra is büszkénk vagyunk, hogy Székesfehérváron nekünk lett először országos bajnokunk. Ugye ez a különböző versenyosztályoknak van országos bajnokság, és az fölött van a magyar bajnokság ranglista verseny. Tehát az aktuális országos bajnokot mi adtuk először C versenyosztályba, latin-amerikai táncokból, az volt az első bajnok Székesfehérváron. És hát azóta pedig, illetve már akkor is, és folyamatosan ugye zajlik ez a nagy verseny, ami majd most a hétvégén megint lesz. Erről is beszélünk, de akkor még egy gondolat azok kedvéért, akik esetleg hát úgy nézik ezt a műsort, vagy esetleg a táncról beszélve magához kedvet is kapnának, hogy azért te tanítasz táncot amatőr csoportoknak, akik ugye akár hosszú évek óta járnak hozzád, és közösen táncolnak, persze párosan, de hogy egy nagyobb csoport együtt. Ez mennyire sikeres és népszerű, és el lehet azt mondani, hogy tényleg van az a generáció, még mindig szeret és akar társas táncot táncolni? Hát ugye felnőttek nagyon sokan járnak hozzánk, nagyon sok csoportunk van, 11 csoporttal dolgozunk jelenleg különböző tudásszinten, és jelenleg, ahogy látom, ez nagyon népszerű vonal most már sok éve, évtizede, ha akár mondhatom így, és vagy amióta a báli időszak visszajött, tehát talán oda is visszamehetünk olyan messzire, divatos jönnek, és a korosztályt nem is nagyon lehet meghatározni. Alapvetően azt mondanám a középkorosztály, de nagyon sok olyan tanfolyamunk van, ahol az esküvőre készülő párok is bejönnek. Ha nem külön foglalkozással akarnak az esküvőre felkészülni, jönnek a 20 évesek is, a 30 évesek is, és van olyan csoport, amikor benne van az esküvőre készülő pár, mert aki a nyugdíj felé jön pár, és nagyon jól megvannak itt a csoportban. De vannak olyan csoportok, amik a 40 és az 50 évesek töltik ki nagy részt,
És hát ez kortalan dolog, van egy-kettő csoport, pontosan a két csoport, ahol nyugdíjas házas pár is jár, és nagyon szeret és élvezi, és meg is tudja csinálni azokat a táncokat, tehát nem probléma abban a korban még ezt táncolni. Gondolom, ott a standard táncok a népszerűbbek, nem? Tehát nem feltétlenül a kidobósokja. Na, a kidobósokja azért nem, azért ott az nem, az, ahol óvatosabban bánunk ott már, de nem, egyformán a latin-amerikai táncok is. Tehát fogékonyak a középkorak is, úgy látom, ezek az nem csak a fiatalok a latin zenére. Talán az a változás más, hogy ugyanolyan értékkel kezelik a hagyományos táncot, a standard táncokat, egy bécsi keringet, angol keringet, ugyanolyan fontos nekik egy tangó, mint egy csacsacsa. De ha szól a csacsacsa, bátran odaállnak egy rumbára, vagy akár egy mambóhoz, ugyanolyan örömmel táncolnak. Hogyha tényleg a szalagavatókat mondjuk nem számítjuk, hol tud manapság egy pár mondjuk a nálatok elsajátított tánctudást gyakorolni a táncórákon kívül? Hát igen, a báli időszak, amikor esetleg vannak bálok, de ez, hogy is mondjam, eléggé vegyes a kép. Egyrészt bár visszajöttek a bálok, most már egy-két évtizede mondhatjuk így, de nem olyan formában igazából, hogy kellene. Tehát rengeteg az asztal, és nagyon pici a tánctér. Tehát amíg tudnak is az emberek egy része táncolni, úgy összezsúfolódnak, hogy igazából nem nagyon működtethető a tánc. Másik része az pedig, hogy nagyon vegyes a báli kínálat zenében. Tehát a gyárunk mi műsort adni bálokra, látjuk, hogy egy-két zenekar tényleg van, aki azt mondom, hogy teljesen jól táncolható zenét játszik, van, ahol pedig mondjuk más jellegű zenék szólnak, amit én nem vetek meg. Én egy jó bált úgy képzelek el, hogy legyen ilyen zene és olyan is, minden embernek az igényének, a táncolni tudó emberek igénye is. Tehát azért mondjuk változóak a báli zenék. Igazából lehet táncolni, mi télen táncesteket szokunk tartani a felnőtt tánciskolásoknak, több alkalommal, november és április között. Vannak ilyen alkalmak, ahol csak hagyományos zenék szólnak, tehát latin-amerikai és standard tánczenék szólnak, ezekre lehet táncolni, lehet beszélgetni, kicsit bár jelleggel zajlik a dolog. És itt valamikor nagyon nagy létszáma, tényleg jönnek az emberek, azok az emberek, akik tudnak táncolni. Az lehet, hogy amikor már megismerkedik valaki egy tánciskolával, és annak a különböző táncoljó, annak már van igénye arra, hogy elmegy egy szórakozó helyre, akkor ne ugyanazt táncolja a gyorsabb és a lassú zenére állandóan, hanem van ilyen táncom, olyan táncom, amolyan, és azt tudja használni. Ezt mi próbáljuk télen azért biztosítani egyszer-egyszer. Na hát, és ugye a Laguna Egyesület profiljába gyakorlatilag most már nagyon hosszú ideje beletartozik az a táncverseny, amelyet itt szerveztek, rendeztek meg Székesfehérváron, és amelynek most hétvégén lesz az újabb látható versenye, a 18. László Vil Kupa a Köfém sportcsarnokban. Nyilván, aki oda megy, gyakorlatilag reggeltől tényleg késő estig akár láthatja a versenytáncosokat. Egészen pontosan mit kell tudni erről az eseményről, hogy fog kinézni a szombati nap programja? Először arról, hogy a ranglista verseny, mindig ezt emlegetjük, ezt szoktam mondani, és akkor lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy miről is van szó. A versenytáncban van egy felmenő rendszer, ami különböző osztályokat jelent, és megmondjuk a feltétele, hogy hogyan lehet egy osztálya feljebb kapaszkodni, mint a más sportban, az MB3, MB2, MB1, ugye nemzeti bajnokságok, itt különböző osztályok vannak, feltételek vannak, hogy feljebb is van az ember. Mikor feljut a nyitott osztályba, itt három osztályon túl kell jutni egy táncosnak, akkor tartozik bele abba a kategóriába, ahol egyáltalán elindulhat a magyar bajnoki címér, vagy egy ranglista versenyen megjelenhet. Tehát ez gyakorlatilag egy minőséget feltételez, hogy a fölött kell járni. Ezt így kell elkezdeni a felmenő rendszer. Tehát akárki nem indulhat, akár hogyan készül egy versenyen, megvannak a feltételei, hogy eljusson ahhoz az osztályig, mondjuk így. Ez egy nyitott osztály, legfelső három osztályt jelenti, ami nemzetközi szintű. Most a magyar bajnokság, ahol indulnak ezek a párok, és van ranglista verseny, egy évben hármat lehet rendezni, amiből az egyiket mi rendezzük. Ez a ranglista, ez rangsort jelent, azaz a versenyen kapott pontok alapján, a három ranglista és magyar bajnokság alapján mindig van egy élő pontszám a párnak, és ennek a sorrend alapján delegálják őket a világbajnokság, Európa, világkupa, stb. Ezért a ranglista, ami egy rangsort ad.
és ebből egy évben három lehet, egyiket kapjuk meg mi az évben. Tehát egy nagyon rangos dolog, és itt azaz a magyar élmezőny indul el ezen a versenyen. Ez a ranglista verseny, van ez a felnőtt korosztálynak is, van a juniornak is, és jelenlegi versenyükön most a standard táncokban rendezzük a felnőtteknek ezt a ranglistát, junioroknak pedig a tiszt táncból, ami azt jelenti, hogy a standardet és a latint is táncolják, és összevont eredményt kapnak, így jön ki a tiszt tánc eredménye, tehát juniorok ebből versenyeznek a magyar élmezőny junior párjai. Ez zajlik majd a főműsorként. Ez a program szerint most már kialakult a programunk, hogy reggel 9:30 kezdünk a versenyekkel, ami egy közép és magas kategóriás versenyek zajlanak estig, ami nem ranglista, de magas szintű, de klubközép verseny. És este 8 órakor tudjuk elkezdeni a maga ranglista versenyt, és körülbelül este 11-ig fog tartani. Tehát esti program lesz a ranglista, és megint 11-11 után van a befejezésünk, mint ahogy tavaly is voltunk. És természetesen minden évben itt is lesznek fehérvári indulók délután is, és maga a ranglista verseny is megmérettetnek fehérváriak a táncklubunkban. És a ti egyesületeteket hány táncos fogja képviselni felnőtt, illetve junior szinten? Az egész nap folyamán nyis volt, ha gyorsan összeszámoljuk, tudom, 11 pár fog képviselni. Az esti programban 2 párunk fog indulni. A standard ranglistán 1 párunk, és az esti programban, ami nem ranglista, de magas osztályos, B-osztályos latinban is 1 párunk indul este. Ez azt jelenti, hogy azért más sportszlengből véve akár szurkolhatunk is ugye a hazai versenyzőknek. Milyen színvonalú most egyébként a magyar versenytánc? Tehát mondjuk azok a legjobb párok, akik itt lesznek az ország különböző pontjaiból, ők nemzetközi minősítésben hol tartanak? A magyar versenytáncsport egy olyan 10 éve egész jó helyre került. Mondhatom, hogy a világszínvonalban a felső középmezőnyben van. Ugye az utóbbi 10, inkább 15 évben már is került felmenni. Tehát ebben az elmúlt 15 évben volt már világbajnokunk például a latin-amerikai táncokból, illetve volt blackpooli győztes. A blackpooli, angliai Blackpoolban lévő világverseny az egy nagyon nagy etalon a mi sportágunkban. Ott nyerni még nagyobb rang talán, mint egy világbajnokságot nyerni. Ott 1931 óta minden évben van verseny. Tehát volt már olyan párnak, aki világbajnok is lett latin-amerikai táncban, és megnyerte blackpooli versenyt is. És volt már olyan standard táncos párunk is, aki bejutott a világbajnoki döntőbe, azaz a 6-os döntőbe. És 3 évvel ezelőtt volt egy senior egyes pár, az azt jelenti, hogy a felnőtt korosztály fölött 35 és 45 év között a senior egy, aki világbajnok lett senior egybe standard táncokból 3 éve. Tehát vannak ilyen párjaink most a Magyarországon, az elmúlt 15 év ajándéka, de az átlagot figyelve a felső középosztályba járunk. Jelenleg ezek a párok most visszavonultak, jelenleg új generáció dolgozik, mondjuk idézőjelben ott az élmezőnybe, hogy ki fog kifutni belőle. A világversenyeken most középdöntőbe tudnak bejutni a magyar párok, tehát nem állunk rossz helyen, de nagyon sok a munka. És hát ugye mivel egy szubjektív sportágról van szó, tehát nagyon fontos figyelni a világ trendjét is, hogy miben kell persze mindig változni. Ugye ezt nem tized másodpercen mérik ez a sportágat, hanem sok minden más is szempont. Szóval a zsűri kényes igényének is meg kell felelni mindig. Hát sok sikert kívánok, gondolom, hogy azért nem kevés szervező munkával jár, hiszen már maga a csarnok, hogy egy ilyen versenyen kinéz, az egy óriási munka, gondolom egy éjszakán át legalább rakjátok fel a díszleteket, a parkettet, hogy minden tökéletes legyen, de reméljük, hogy a megszokotthoz hasonló színvonalú verseny lesz idén is. Hát igen, utolsó verseny, utolsó 2,5-3 hónap az már szervezés, és utolsó 3 hét az nagyon kemény munka reggeltől estig, de hát gondolom más sportágban is így zajlanak a dolgok. Utolsó 3 hét ilyen, utolsó pár nap pedig 1-2 óra alvással, most ahogy itt beszélgetésünk után is megyek vissza, és péntek este a kézilabda edzés után, ugye köfém sportcsarnokról van szó, pakolás általában hajnali 2-3-ig, utána reggel 8-kor teremnyitás, verseny, pakolás vasárnap reggel 2-3-ig, terrautók elmennek, elvisznek mindent, ez alig a verseny, de hát ez így működik, de hát viszont ez mert nagyon jó, hogy azért segítenek sokan, a Székesfehérvári önkormányzat is nagyon régóta segít már bennünket. Nagyon sok támogatónk van, a László Vill, nem véletlenül László Vill Kupa, László Vill Ft. Is 18 éve segíti a versenyünket, tehát vannak, akik mellettünk állnak fizikailag is, meg így mellettünk a tér kialakításában anyagilag is. Köszönöm szépen, és sok sikert a versenyhez, reméljük, hogy lesznek akkor akár lagunások is, hiszen egy nagy múltú és
remek egyesületről van szó. A kedves nézőknek is ajánlom nyugodtan, hogy a táncot azért ki lehet próbálni, akár szabadidős tevékenységként mondjuk a Laguna valamelyik csoportjában, vagy megnézni egy jó versenyt hétvégén a Köfhém sportcsarnokban. Viszontlátásra!